Zöldi Blanka vagyok, újságíró, a lakmusz.hu főszerkesztője. A könyv, ami a felnőtt életemre a legnagyobb hatással volt, Bartis Attila, A vége című regény. Ezt a regényt a Bartis előző könyvéhez, a Nyugalomhoz képest, amit anyaregényként szoktak általában megnevezni, ezt aparegényként szokták definiálni, de szerintem ez sokkal többről szól, legalábbis számomra biztosan többről szól. Ebben a regényben benne van a 20. század második fele, főleg az, hogy a különböző események hogyan hatottak az egyes emberek, családok életére, de benne vannak szerelmi történetek, családi történetek szintén. Maga a regény úgy kezdődik, hogy a főszereplő Szabad András és édesapja 1961-ben Budapestre költöznek, röviddel azután, hogy az apa 56-os elítélt, kiszabadult a börtönből. A börtönből árnyékként jött ki 3 év után, és a regény szerint az anyja ebbe a 3 évbe halt bele. Úgyhogy ezek után a regény első felében a főszereplő édesapjával töltött éveit látjuk, egymás mellett élnek valójában. A regénynek a második felében pedig a főszereplő nagy szerelmével, Évával töltött éveit mutatja, de emellett egyébként még rengeteg szerelem és egyéb szenvedély, epizód, kis történet megjelenik a regényben. Rám azért hatott ez a regény, mert számomra arról szól, hogy milyen fájdalmakat, elmagányosodást, problémákat tud okozni az, hogyha nem beszélünk a traumákról, hogyha nem beszélünk titkokról. Ez a családokban az egymás mellett élést, az egymás mellett leszegett fejjel elmenést mutatja, de társadalmi szinten egyébként ennél sokkal nagyobb kibeszéletlen problémákat is okoz. A regényben van egy részlet, amikor a főszereplő édesapja haldoklik, és a főszereplő összeírja a kérdéseit, amiket föl szeretne tenni még a halálos ágyán. És számomra ez a legemlékezetesebb jelenet, amikor végül ezt a cetlit összegyűri, és nem teszi fel a kérdéseket azért, mert azt mondja, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket nem lehet föltenni egy embernek, mert akkor azzal megsemmisítenénk őt. Számomra nagyon érdekes volt az, hogy amikor anyukámmal elolvastattam ezt a könyvet, akkor ő azt mondta, hogy ezt ő megérti, én viszont nem. A regénynek az egyik legszebb, illetve gicsesebb mondat, aki hogyan szeretné értelmezni, az az, hogy az egyetlen dolog, ami előzheti a magányt, az a másik szívverése a saját mellkasunkban. És nagyon érdekes, hogy az egész könyvön egy nagyon nagy melankólia és magányérzés az, ami bennem megmaradt. Jönnek-mennek a nők különböző szenvedélyes szerelmekkel, kapcsolatok, emberek, és mégis azt érezzük, hogy pontosan a kimondatlan kérdések a megmaradó titkok mellett marad meg a magányosság érzés. Én újságíróként nagyon hiszek abban, hogy a kellemetlen kérdéseket is föl kell tenni, és hogyha kellemetlenek is a titkok, akkor is azzal jutunk előrébb, hogyha azokról beszélgetünk egymással, családi szinten, párkapcsolati szinten és társadalmi szinten is. Én ezért ajánlom nagyon Bartis Attila, A vége című regényt. Zöldi Blanka vagyok, a Lakmusz főszerkesztője.